Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Komet vagyok, mindenkitől elnézést, akit zavarni fog az elkövetkezendő néhány percben az orhangom. Szóval, mivel csütörtök van és már megszokhattátok ezen a csatornán, hogy gyakorlatilag az összes létező csütörtökön megnézzük a GTA Online újdonságait, nyilván most sem lesz ez másként. Amiket elmondok nektek a mai videóban, kizárólag egy héti aktuálisak, tehát egészen pontosan október 22-e és 29-e között lehet csak számítani rájuk. Ismételten vannak belépési bónuszaink, illetve pénzszerzési lehetőségek, akár kétszeres, akár háromszoros szorzóval ellátva, illetve jó sok akciónk, és valami, ami egy évben csak egyszer van benne a játékban, úgyhogy ezekre a dolgokra tényleg mindenféleképpen érdemes most odafigyelni. Nem is szeretném tovább húzni a szót, vágjunk bele és nézzük meg az újdonságokat, amik a héten érkeztek a játékba. Mint ahogy mondtam, van belépési bónuszunk, úgyhogy kezdjük ezzel. Hogyha ezen a héten beléptek a játékba, akkor megkapjátok ingyenesen a Lemon Sports Track Pants, illetve Lemon Sports Track Top ruhákat. Ezeket ugye már korábban meg lehetett kapni, de most akik akkor nem szerezték meg ezeket, ismételten van rá lehetőségük. Valamint, ami teljesen újdonság, az Orange Dot Tech maszkot is megkapjátok ingyenesen, hogyha beléptek ezen a héten a játékba. Ez lenne a belépési bónuszunk. Térjünk rá a pénzszerzési lehetőségekre, azon belül is a fix dolgainkra, amik minden héten vannak, tehát az RC bandítós, illetve a rendes Land Vehicle-ös Time Trial-ra. Az RC bandítós Time Trial-unk a Cemetery, a rendes Land Vehicle-ös pedig a Fort Zancudo. Mint mindig, most is benne van az RC bandító Time Trial a videóban néhány részre elvágva, de teljes egészében, hogy hogyan kell megcsinálni. A Land Vehicle-ös Time Trial, tehát a Fort Zancudo-t pedig jobb felül az évetére patintva tudjátok megnézni, hogy hogyan kell megcsinálni. Ezek külön videóként van jelen, amit már régen csináltam. Ezek a fix pénzszerzési lehetőségek, és akkor térjünk rá először a kétszeres dollár és RP szorzós dolgokra. Az összes Halloween témájú Adversary mód kétszeres dollár és RP szorzót kapott, tehát egész pontosan a Beast vs. Slasher, a Come Out to Play, a Condemned, illetve a Lost vs. Damned. Adversary módon kívül még a Slasher, ami kétszeres szorzót kapott, illetve háromszoros szorzóval látták el a Bunker Slashert, a Diamond Slashert, illetve a Missile Base Slasher adversary módokat. Ezen kívül a Free mód eventek is háromszoros dollár és RP szorzót kaptak. Valamint, hogyha most szeretnétek a Nightclubot pörgetni, ugye azokkal a Popularity Missionökkel, akkor ezt is háromszoros szorzóval ellátva tudjátok megtenni. Ezek alapvetően a pénzszerzési lehetőségek, de ide még beszúrnám igazából azt ugye, hogy az összes Halloween-es tartalom elérhető most a játékban, beleértve a Peyote Planteket is ugyebár, amikről van egy konkrét videó, amit jobb fölül az i-betűre kattintva szintén megnézhettek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyorsan tudtok fejlődni ezeknek a segítségével, de ez abban a videóban el is hangzik. Röviden természetesen annyi, hogy ha állattá változtok, akkor nagyon-nagyon sok RP-t kaptok gyakorlatilag, és ezen a héten van erre csak lehetőségetek, szóval alacsony szintűek, mindenféleképpen ezen a héten nyomjátok meg a Peyote-lán gyűjtegetést. Mondom, van hozzá egy egész konkrét tutorial jellegű videó a csatornán, amit az előbb mondtam, amit az i-betűbe kattintva tudjátok megnézni, úgyhogy ezt mindenféleképpen érdemes nyomnatok. És hát a pénzszerzési lehetőségekről ennyit, térjünk rá az akcióinkra. 40%-kal olcsóbbak a nightclubok, illetve 30%-kal olcsóbbak az ehhez tartozó renovationök, illetve 40%-kal olcsóbb az RC tank a Warstockon, 30%-kal olcsóbbak pedig a Lurcher, a Romero Hearse, a Sanctus és a Reaper, meglepő módon a Frankenstein nem. És persze természetesen a Torero, a Swinger, a bla 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 és a Viserys még mindig 50%-kal olcsóbbak, hagyjatok békén ezzel, engem ez már abszolút nem érdekel, de persze ne hagyjuk ki a Prime Gaming-es akciókat sem. 60%-kal olcsóban tudják a Prime-osok megszerezni a Deluxe-ot, illetve ingyenesen az övék lehet a Vespucci Canals Nightclub, és ha ezen a héten játszanak, 2000 dollárt kapnak, csak azért, mert beléptek és játszottak a játékkal. Tehát az utolsó dolog, amit még el kell mondjak, az a pódiumjárművünk, ami nem más, mint az S80RR, ami ugye egy egyszemélyes jármű, szuper kategóriába esik, 2.575.000 dollárba kerül normál esetben a Legendary Motorsports oldalán, de ezen a héten 7 darab alkalmatok nyílik arra, hogy ingyenesen megszerezitek a pódiumról. Ez mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, és összességében ennyit tudok elmondani erről a hétről. Mindenféleképpen érdemes nyomni ezen a héten a Peyote Plan gyűjtegetést, úgyhogy ezt semmiképpen ne hagyjátok ki szerintem. Remélem segítettem ezzel a videóval, hogyha ebből a sorozatból tájékozottok minden héten a GTA Online újdonságairól, legyetek kedvesek, nyomjatok egy lájkot,
és ha nem szeretnétek lemaradni a jövő hét újdonságairól sem, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. Mindenkinek nagyon-nagyon szépen meg szeretném köszönni a figyelmet, és még egyszer bocsi az orrhang miatt, remélem jövő héten már nem lesz ilyen probléma. Mindenkinek szép napot kívánok, köszi még egyszer a figyelmet, srácok, én Komet voltam. Sziasztok!